Most erről eszembe jutott a Grapplerb, akiről, hogy szerepel többet amerikai elnökök, hogy nem tudom, emlékszel arra a híre, hogy Japánba készült egy manga egy magyar állatfajról. Egy időben nagyon népszerű volt a mangalica, és ezt ki akarták vinni Japánba, és volt, valószínűleg kint is van meg, ott vannak éttermek, amiben árusítják, meg nem tudom. Tehát ez ilyen népszerű, ilyen trendi kaja lett, és hogy csináltak egy mangát arról az állatról, mert hogy a japánok elkezdték imádni az állatot. Mert egyrészt finom, igen, a tankok hangosak és erősek, és azért is, mert hogy a mangalicában benne van az, hogy manga, és hogy wow, shit. És ennyi? Igen. Ez volt az alapötlet. Manga lica. Hát ez... Tehát mind, ott volt az... Mind blown! Igen! Tehát, hogy ott csak rá kellett nézni, és így... Elképzelem a japánokat, hogy így... Wow! A lehetőségek tárháza! Holy shit, what the fuck? Holy shit, what the fuck? Holy shit. Atomot neki. Igen, még az is igen. És így... Amire meg akartál venni minket, de király, de tankok, please. Tankok, de leszarom a tankokat. Atom, atom! Ja, az más. Jó, oké, atom, atom, már nem bacakszunk. Viszont oroszok most is hadban állnak velünk. Egészen egy DVD-ért baszogattak, de cselekedni nem mertek. Érdem, megvan még nekünk. David? Ja. Persze, miatta van ez a sok gyönyörű elit ja. Tankunk. Jír. Milyen szar bónuszokat kapok? Mert nem Washingtonban csinálod? És ilyenkor jön az izgő, hogy el ne süllyesszék a hajónkat a tankokkal. Damn, son. De miért az oroszokat támadod? Miért ne? Hát azért, mert ők üzentek nekem hadat, és még nem kötöttek velünk békét. Őket tudom. Ja, de most nem kommunizmusban vagy? Nem. De miért nem? Hát azért, hogy továbbra is gyorsan tudjak aranyat, meg technológiát termelni gyorsba. Na, angolok megtámadnak, akkor basz ki őket is a játékból. Ja, most úgy vagyok, hogy kiprovokálom, hogy megtámadjanak engem. Feltálló vagy tudós? Építész. Építész. Ted Mosby, építész. Ez miben volt? Így jártam anyátokkal. Ja, nem néztem azt a sorozatot. Jó amúgy? Nem rossz el lehet vele lenni. Nem a kedvencem, de... Sose volt olyan sorozatos. Kevin Zsarukat néztem végig, Danger Five első évad, IT Crowd, és így kb. Egyben is be is zárul így a sorozatnézős karrierem. Fire! Exclamation mark. Fire! Fire! Looking gay. Forward to hearing from you. A tűz gay. Kellős közepén. Gay. A very gay musical. Musical. Yeah. I'm disabled. It might be hard to be disabled and gay. Hogy lopták el a tolókocsiját? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Gyerekek, aki nem ismeri a kocka fejekkel, hogy az IT Crowd című sorozatot, az azonnal kezdjen megnézni, mert egy a legjobb sorozat ever. Nem tetszenek nekem azok az orosz hajók ott az én hajóim körül. Hát... Ugye teszek ellenük valamit. Drasztikus lépésekhez fogok folyamodni. Jaj, mi lesz most? Húha. Igen, mondjuk oda pont egy kikötő illik. Az angolokban megint mit pofáznak? Hát, több eszük van nekik annál. Szó szerint, körönként három tank jön ki ebből a városból. Amúgy gyakorlatilag egy hadsereg. Igen. Ugye három tankot, három egységet tudsz egy hadsereggé formálni. Igen, így látják ott a Berkshire erdőből, hogy
az amerikaiak így... Ezek nem gecisznek bár. Odják a tankokat magukból. Megállás nélkül csak tank, tank, tank. Ja, ne kapjanak már vízi támogatást. Gyorsan megoldottak ezt a problémát, úgy érzem. Jó. Na, most már... Most már jobbnak látom a helyzetet. Ekkora fölénye, hogyha mernek nyerni, akkor most kapcsolom ki a gépet. Rage quit at its finest. És addig, akkor tudsz elfoglalni város, mert ugye város még nem támadtunk a játékba, hogyha elfognak a védekező egységeik. Tehát most 45, legyőzzük, akkor szépen elkezd lecsökkenni, és amikor az utolsó is elfogsz... Nem úgy van, hogy lecsökken, hanem úgy van, hogy több védekező egységük van, és mindeninek van valami védekezés. Uh-huh. Szóval, mindenkinek megvan az, amit olyan 45 a védekezés. Persze, de mindig a legerősebbvel kezd. Persze, a legerősebbvel kezd. Utána, igen, arra gondoltam, igen. És a fogynak. Arra parkoltak a jók, így... Vittem utánpótlást, hogy hát... És még mindig van a telepeseid, by the way. Áj, de lepakolom ezt az embert. Csitok vele, most mit kezdeni. Inkább gyorsabban megépülnek a dolgok. Elfoglaljuk kultúrával ezt a szaros környéket. Az fontos tudni, hogy főváros nem tud kultúrával elfoglalni, de minden mást igen. Már 5000-nél tartunk. Utána már mindenre van pénzünk. Azt csinálok, amit akarok. Hála Istennek az oroszok nem akartak békét kötni, úgyhogy most szemmel is foglom... Kötelezi reggel, mert kell fogadnod utána? Demokráciában igen. A demokrácia szar. Ja. Ez a mai nap tanulsága. Igen. Ja. Bár ez megkönnyű, hogy ugye Hillary-re többen szavaztak, mint Trumpa. Ja. Csak ugye az elektori... Az a kurva elektori rendszer. Hát ez senkinek nem jó. Ez évszázadok óta meg akarják lékelni, hogy ne. Nincs értelme, de nem. Tehát, hogy... Oh shit. Nem bírtatok két tankhadseregel? Majd akkor három tankhadseregel lesz. Ninja Sherman Tank Army. Mutassatok ennél jobb dolgot a világon. Ninja Sherman Tank. Hadsereg. Kénytelenek gyengébb egységekhez folyamodni. Miről, amikor így repkednek a kis... Igen. Meg a legjobb az, amikor random elkezdesz elfogadni egy várost, és kiderül, hogy ott még ilyen... Még maradtak ilyen ijászok, meg ilyen izé, nem tudom, ilyen 1000 éve le vannak maradva. Nincs is több városa, nem? Szentpétervár, Moszkva és Cső, nem? Többet nem tudtak építeni. Hát akkor ezek gyorsan ki fognak esni a játékból. Oh. Nem volt bőzsdöntés. Kérdezik kihúzni az oroszok a gyufát. Ja. Aj, jó néni kéteket, tényleg lassan elavult dolog ez az demokrácia. Még világra szarok párt, sőt, nem is. Bassza meg, nem is, váltok. Most egy kör anarchia. És visszatakarodtok a picsába. És harcoltok. És így Katalin megnyugodott, hogy végét kitettünk. Jó. És akkor amint visszaértem a parlamentbe az estők, hogyan tudom ezt a demokrácia fasságot megszüntetni? Igen. Most! Kit kell megölni? Megkoszogtatják Katalin vállát, hogy de Amerikában nem demokrácia van. Ezzel a hírrel együtt ő most már egyet uralkodó. Igen. És nagyon kurvára meg fognak baszni minket. És így Katalin azt mondta, hogy damn son. Shit be wrecked, jó? Ennyi.
Hát Amerika elfoglalta Szentpétervárt 1740-ben, mint tudjuk. Hülyen a történelmet. Igen, főleg a ninja sem van tanghadsereg. Az az abszolút történelmi hitelesség. Ez a mintapélda. Valaki neked nem ezt mutatja a történelmet, akkor az ember neked hazudik. Igen. De ha már nem demokrácia vagyunk. Mondjuk, hogy Brighton-t befoglalni. Bár... Városfal van. Igen. Megoldjuk még. Gyerünk. Ez az. És egyszer két fronton van támadás. Ezt tényleg, amikor így első közlikosat a várt ki, amikor az egyik tankodat. És igen, ilyenkor az, hogy random, hogy a 45-ös defenzív. Na jó, baszodjatok meg. Van még. Igen. A tank gyakorlatilag jelen formájában nem tétel neked. Fogyja lesz. Igen, mint a pohára kizében van meg, éttermekben. Nem adják Brighton-t kemény, vagy gyengén, az biztos. Azt mondom, hogy adják, elveszem. What is mine is mine. Ej. Igen, innentől kezd izgalmas lenni a játék. A gép szempontjából. Valahol még kell, hogy legyen tankom. Ennyi? Lehet. Mindet elkúrtam a frontra, vagy mi? Hát lehet. Na, csinálsz meg. Még gyorsan csinálok egyet. Ja, az is jó folyamatosan támadni, hogy közben még elkezdi a védelmi alapulatokat építeni. Igen, meg ne kapjon utánpótlást, meg... Ja, ilyen bullshiteket. Nem szeretjük a bullshitet. Buff! Hát ez már simán. Hát ennyi volt Brighton, az az érzésem. Na jó, még egy kör van még nekik talán. Hát menj ágyukkal simán. Ah. És ott egy ilyen zöld sávol most semmi nincs. Most olyan katapulta jönnek? És nyernek. Ez akkora bullshit. Ez a legnagyobb bullshit, amit láttam. Angolokkal ne baszakodjatok, mert ők katapulttal is. Na, most váltunk fundamentalizmusra. Jej! Kussoljá! Az milyen már, hogy a... Jól láttam, az oroszok el akarták kérni a kommunizmust? Vagy ők akarták adni valamiért cserébe? Követelték. Követelték a kommunizmust, az oroszok. Tehát elloptuk a kultúrájukat. Igen. Triggered. Hát akkor Moszkva. Shit happens. Ami a legnagyobb város jelenleg a játékban, hogyha jól emlékszem. Nem Róma vagy London? Akkor egyik legnagyobb város. Ez erősen meg fogja dobni a statisztikánkat, hogyha elfoglaljuk Moszkvát. Ami amúgy a való életben is így alakulna valószínűleg. Tehát, hogy elfoglalnád Moszkvát, akkor az... Akkor már valaki nem, vagy. Nem kis dolog lenne. Igen, valószínűleg. Ez úgy... Not bad. Akkor a... Más is azt mondanám, hogy... Oké. Okay. Ja. Na végre. Mi van? Még Brighton. Építünk utat. Így. Jéjjj. Hát most ott nyugaton nagyon szétverjük a szart. Nyugaton a helyzet változatlan. Nyugaton a helyzet kurva sokat fog változni még. De mi mit akarnak az angolok? Harry Ford. Jéjj. Ő legalább tényleg amerikai. Ja. Ha már... Te akarodsz a picsába? Most már az angolok is elkérnék a kommunizmust.
Ez a kommunizmus egy menő dolog. Ez még már, ja nem. Coventry, Nottingham, London. Nekik is nincs túl sok városuk. És nem, hogy egyben van. Várjam. Itt szerintem csinálok egy kémet. Összekötöm. Mivel? Denver. Denver on délen. De nem tudom közvetlenül azzal a másik város, amit elfoglaltam összekötni. Nem, az még nem a tiéd, még csak a következő körben lesz az, nem? De, az enyém. Ja, Brighton. Ugye azért, mert Detroit-tól van délre, most át kell... Ja, amúgy volt már kémem, mindegy. Szarom. Így erre küld át Brighton, és utána majd bevinnézed, befoglalod valamivel. De azt akarom, beküldök egy... kém hadsereget. Akkor csinálj még egy kémet akkor. Ó, basszus, nem upgrade-eltem föl a tankokat, mielőtt betettem őket cserekbe. Mindegy, minden ilyen kis hibák most beleférnek. Most úgyis vagyunk olyan fölényes helyzetben. Sok a pénzünk, sok a tankunk, sokat termelünk. Ez egy jó állapot. Ja. What up, Detroit? Detroit? Gondolod, hogyha Detroit francia lenne, akkor hogy kéne mondani? Detroit? Detroit. Detroit. De lehet, hogy franciák tényleg így is mondják. Fussunk neki. Megy ez? Az rosszul sokan vannak, de... Akkor például beletöltött a vízbe a tank. Ezek ilyen vízi tankok. Vízi ninja Sherman tankok. Azért ninják, mert vissza tudnak bújni a vízbe. Igen. Harry Ford activate superpower. Ezt annyira szeretem. Harry Ford az amerikai szuperhős legenda. Indiaiak meg vannak szeppenve, tehát hogy egyszer csak hát egyik random városuk, angol, amcsira is. Innentől mi amerikaiak vagyunk, kösz, jó, csak okay. Ennyit akartunk. Jó, láttam, hogy a kis gályám kinyírt a galeonjukat? Ja. Szerencsés. Jó, de Indiaiak, nekünk is van szerencsék, nem gyakran, de van. Ajaj. Igen, csesz ez már... Csesz meg! Nem baj, vannak még tankok. Nem sok, de van. És van hadvezérük is, figyeled. Hát most kapták, mert legyőzték a ja. Fölényes tankjainkat. Ez azért vel is vesztették. Hála az égnek. De szerintem elég bullshit volt, azt meg kell hagyni. Persze most az egy, az még szétlő egyet jelképesen. De mondják magukat ilyen könnyedén. Délről is, délen is támadunk, északon is, vagy itt minden. Hát ez... Igen. Ezt ő se gondolták a mellett. Hát az a klasszikus angol humor. Igen. Ez ilyen Monty Python sketch volt szerintem, amit most így láttunk most. A röhelyes járások minisztériuma. Ja. Na, London. Fuck you might. Egy tank hadsereg. Kettő tank hadsereg. Három tank hadsereg. Nem csak a mihez tartás véget, igen. És még össze tudunk verbúlni a négyiket. Itt van egy tank. Trásolok még egyet. Most
Nyugi már. Infiltration. És még itt is rásolok egyet. Meg lesz ez? Rögtön Londonnak neki mész? Persze. Egyébként az összes többi kisvárosot el kell foglalni, de így hamarabb kiestek a játékból. Hát meg azért akkor a kulturális többlet lesz nekünk hát Londont bevenni. Hát igen. Jó, nyertünk. Kidnap a great person. Jó, gyengítsük a védelmüket. Azzal is megkönnyítjük a dolgunkat. Oh, ez röhelyesen könnyű lesz. Mit csináltak az angolok idáig? Famous last words, Mickey. Nem áll, bazd meg. Jó, talán visszahozzák a Ninja Sherman tankot, hogy jó. Hát be is baszott volna, hogyha ezt bebukjuk. Mit csináltak az angolok, még itt teát ittak? Nézték a Mr. Bean-t. Ja, felfedezték a punk rockot. E, voltak ők. Csináltak sok kurva jó zenét. Ja. Nagyon kacérkodnak a gondolattól, hogy több mint kétszeres túlerővel megbasznak minket. Jó, mondjuk egy sima Sherman tank hadsereg volt, nem Ninja Sherman tank. Összesnek van infiltration bónusza. Igaz és igaz. Csak amikor a több upgrade-jük van, akkor nem mindig írja ki, mert nem tud most melyiket írja ki. Ennek három bónusza is van. Ez itt Lightning Sherman tank army, de ez... Overrun. London left the building. Hát eléggé kicsinyült Anglia. Kellett nekik baszakodniuk? Hát látod, hogy kellett. Hát jó. Csak nem tudnak a segükön ülni. Hát nem. Befejezzük itt a dolgokat nyugaton, aztán megyünk a rómaiakkal, meg az indiaiakkal is leszámolunk. Az indiaiak nem nagyon sok rosszat tettek velünk, de akkor is. Ja, hát csak a mihez tartás véget. Akkor jól értelmezem, hogy dominancia. Persze, akkor már legyen az. A klasszikus Mickey féle dominancia. Várjál, itt még van olyan izi, amit nem használtunk még, aztán menjünk is tovább. Nottingham, mate. Nincs megállás. Ja, újra itt vagyunk. Hát jönnek a tankok. Ez a tank turné 2016. Ja. De nem szám. Jó, hallottam. Vissza, vissza. Igen. Nem vissza, előre. Aj, de aranyosak. Lovakkal bazd meg, nyilván. Mert szinte az összes legnagyobb város a miénk. Kivéve Moszkva, ami hamarosan a miénk lesz. Ezt a nézők nem tudják, de... 4-11 van. Nem tudom, egy fél órán belül be tudjuk fejezni? Megpróbálom. Jó. Ha max nem, akkor max a felvételt, aztán később folytatjuk. Csak nekem minden, mert még el is kell raknom még a felvételt. Ugye át kell kötnöm az Avermédiát, felrakni a külső vinyomra, stb. Stb. De minden megoldható. Ezek is kacélkodnak a megverésünk gondolatával. Sőt. Csak nem, most már nem. Aha! Na mi van Moszkva? Következő körben meg lesz Moszkva. Moszkva meg lesz baszva. Moszkvát foglalták már el? Úgyhogy nettó így. Szerintem nem. Szerintem sem. Szerintem ezeket már lassan meg is lehet indítani Róma irányába. Aztán majd megy utána a többi. Most milyen izébe vagyunk? Államformában? Fundamentalizmus. Az mire jó? Mesélj el a pozitívumokat, Miki. Plusz egyet ad minden katonai egységnek a támadásra, viszont a könyvtárak és az egyetemek azok nem termelik a tudományt.
ilyen szerencsétlenséget. How unfortunate, tudod? Nem kell nekünk könyvtár, mert elfoglaljuk azt a várost, ahol van. Ezeket is küldjük tovább. Takarodjatok már onnan a picsába. Ne nevetessétek már ki magatokat. Ebben mindig 30-as rifle-menek vannak, nem rossz. Meglep, hogy a rifle-menek milyen sokáig el tudják húzni azért a játékban, nem? Tehát azok egész jónak számítanak elég sokáig. Na, jól tartják magukat. Elég sok egység van itt. Volt. Ó, fogynak. Tankok is, de ők jobban, mint mi. Még egy kör. Japp. Tü-tü. Nottinghamet is elfoglaltuk. Nincsen béke, meg fogtok pusztulni. És bazd meg a szaros pénzedet is. És bármennyire be vannak szorítva a sorokban, mindig meg fognak fenyegetni, hogy a mi civilizációnak a napjai meg vannak számlálva. Ami nyilván nem igaz, de... Hadd mondják, ha akar. Itt már csak 37 egész feles van alapból. Ja, és fun fact, mivel most elfoglaltuk azt az előző városokat, Nottinghamet, ott volt a szamuráj kastély, most még erősebbek az egységeink. Oh, great. Köszönjük, angolok. Ja. Thanks, Obama. Mondjuk jó helyre tették azt a várost, azt meg kell venni a hegy oldalon. De ja. Sokat így se érnek. A nyugati frontot hamarosan lezárjuk. És megyünk keletre. Legyen így. Atommal hol tartunk? Két kör. Ledobod valahova, vagy inkább nem még? Le kéne. Ledobhatod valahova? Illene. Ja. Bizánc, vagy valami. Romaiak kaphatnak ennyit. Hát ők sem szopadtak minket annyira. Mert ne, azért az a játék elén ott menőztek ők is. Ilyeneket nem felejtjük el már. Ennyi. Tü-tü. Kaptunk nagyon brutális mennyiségű 6 aranyat. Egy fél rágóra elég.